Sziasztok! Kerékgyártó Gergely vagyok, ez itt a DSR Pixel Studio. Köszöntelek titeket a fotós feladatok videósorozatom 6. részében. Az előző részben a feladatotok az volt, hogy február 1-ig küldjetek be nekem egy darab fényképet, a témánk pedig egy új kezdet volt. Úgy gondoltam, hogy ez a téma ez elég kreatív, és nagyon sok minden belefér, de azért utólag belegondoltam, és talán mégse annyira egyszerű téma, tehát például aki kicsit kezdő fotós, az nem biztos, hogy annyira bele tud merülni ebbe a fotózásba, hogy egy ilyen nehezebb témával is megbirkozzon, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a következő videóban majd, tehát ennek a videónak a végén, a következő feladatban egy egyszerű feladatot adok, ami mindenki számára elérhető, könnyen elkészíthető, kicsit konkrétabb, viszont jó lehetőséget ad a gyakorlásra, de erre majd csak a végén térünk ki, úgyhogy most tartsatok velem, nézzük meg, hogy miket kaptam, hogy mik voltak a tipikus hibák, hogy ki lett a harmadik, a második, illetve az első, hogy ki az, akinek a képét valamiért még jónak találtam, és aztán utána a végén megmondom, hogy mi az újabb feladat, mik a határidők, és a többi, és a többi. Úgyhogy szerintem lássunk is neki gyorsan. A harmadik helyezett ezúttal nem más lett, mint Varró Ádám, az ő képét itt láthatjátok. Elég egyértelmű, hogy mit látunk a képen, ugye teljesen passzol a téma egy új kezdethez. Ádámnak nagy előnye volt, hogy éppen kislánya született, azért ezt a képet nehéz csak úgy bármikor, főleg koronaidőben reprodukálni, hogyha az embernek nincsen egy új kislánya. Úgyhogy ezúttal is szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. A képen ugye egy felnőtt ujját látunk, és ahogy a kis lánynak a keze ráfog, látjuk, hogy milyen nagy a méret különbség, tehát jó kontrasztba van állítva az újszületnek és a felnőttnek az új mérete. Egy picit lehetne élesebb a kislánynak ugye az ujja, most inkább a fókusz a felnőtt ujra kerül. Ez egy telefonos fénykép egyébként, nem feltétlenül egyszerű egy újszülöttet ilyenkor lefényképezni, amikor az embernek a sajátjáról van szó. Úgyhogy most nem is ezen van a hangsúly, hanem inkább tényleg azon, hogy mi a téma. A fekete-fehértől ezen a képen is inkább szokásom szerint eltekintenék. Igazából szerintem itt úgyis nagyjából minden egyszínű, ahogy én elképzelem, de a fekete-fehér nekem inkább mindig egy kicsit ugye az időtálló, meg inkább egy kicsit az elmúlásról szól, mint egy új kezdetről, de ettől függetlenül ez most nem befolyásolja a képet, mert ez csak az én véleményem, ez teljesen szubjektív. Köszönöm szépen, hogy beküldted a képet, és nagyon sok boldogságot kívánok nektek. A második helyzetünk Bédi Balázs lett. Balázs is írt egy kis e-mail a kerettörténethez, de hogyha nem tudjuk, mi állt az e-mailbe, akkor is azt látjuk gyakorlatilag, hogy egy sötét előtérből egy férfi alak megy a fény felé, úgymond, a világosba. Előtte látunk egy leszakadt láncot és egy eldobott maszkot, bent pedig ugye csempéket, tehát látjuk, hogy ez egy másik környezet. Egyébként, hogyha elmondom a keretsztorit, akkor Balázs egy gyógyfürdőben dolgozik, ahol most korona miatt minden be van zárva, de már felkészül egy új kezdetre, ahol újra kinyithatnak, és az emberek újra jönnek, és minden visszáll a régi kerékvágásba. És nekem ezt a kép egyébként nagyon átadja, nem pont ilyen kerettörténettel, de érzelmileg, hogy egy ember ott áll, és a sötétből ki szeretne lépni a világosra, maga mögött hagyva a láncokat, maga mögött hagyva a maszkot és minden egyebet. Valóban egy új kezdet, tehát egy új korszak kezdete, ahol nem kell már ezzel a koronával majd foglalkozni, hogyha egyszer eljutunk odáig. Úgyhogy neked is nagyon szépen köszönöm ezt a képet, nekem nagyon átjött az üzenet, és nagyon tetszik a megvalósítás is, úgyhogy ez igen szép munka. Köszi szépen! Az első helyzetünk ebben a feladatban pedig nem más lett, mint Frey Diana. Az ő képét most itt láthatjátok. Itt is szerintem minden magáért beszél, tehát nagyon sokat nem kell hozzátennem, hogy miről is szól a kép, és hogy ez miért egy új kezdet. Diánának is ebben az esetben ugye nyert ügye volt, mert kész szituációban van benne, tehát nem is kellett nagyon kimozdulni a félkép elkészítéséhez. Viszont én ennél a feladatnál most nem ezt értékeltem, hanem valóban azt, hogy tetszett külön az, hogy saját magát fényképezte le, tehát nem valaki őt lefényképezte, ahogy ő éppen várandós,
hanem ő fényképezte legalábbis szerintem saját magát. Erre abból is következtetek, hogy csak az egyik kezét látjuk alsán, valószínűleg a másikban fényképezőgép volt. Tetszik, hogy nagyjából szimmetrikus a kompozíció, nyilván a kis ultrahang fénykép a bal felső sarokban nem annyira hangsúlyos, mint a mackó a jobb felsőben, de hogyha a fontosságát vesszük mondjuk ennek a kis fényképen, akkor talán azért bőven kikompenzálja a mackót. Kiderül az is, hogy valószínűleg kisfiúról lesz szó, színekből ítélve, és nyilván Diana most egy picit előnyben volt ebből a szempontból, de ettől függetlenül szerintem tökéletesen teljesítette a feladatot, helyesen van minden kiexponálva, jó a kompozíció is szerintem, és aranyos az ötlet, úgyhogy neked is gratulálok, a te fényképed lett ebbe a fotós feladatban most a legjobb, szerintem nekem ez tetszett a legjobban, és nagyon sok boldogságot kívánok neked az elkövetkezendőkbe. Viszont a 11 képből még volt ezen a hármon kívül több is, ami nagyon eredeti ötletet tartalmazott, még hogyha adott esetben mondjuk a kivitelezés nem is volt teljesen tökéletes, ezért szeretném ezeket a képeket is nektek megmutatni, most a teljesség igénye nélkül, úgyhogy nézzük is a következőt. Ezt a képet Hadobás Beáta küldte nekünk. Az e-mailből kiderült, hogy ő most különböző hobbikkal elkezdett újra foglalkozni, illetve új dolgokat próbál ki. Az új kezdet benne van nekem a képben már akkor, amikor látom, hogy Bonjour 2021. A többi dolog az inkább csak az e-mail segítségével válik számomra világossá, hogy ez miért egy új dolog kezdete. Ettől függetlenül aranyos ez a kép, jobb ez a kis figura, amit valószínűleg ő csinált ezzel az új technikával, amit most tanulgat, illetve a képet is valószínűleg ő festette, ezért vannak itt az ecsetek. A fénykép megvilágítás szempontjából egy kicsit alul exponált, illetve talán a fehér lap az jól ki van exponálva, de a többi kaphatott volna egy kis plusz fény. Egy picit az egésznek kékes árnyalata van, tehát a fehér egyensúly az nem teljesen ott van, ahol kellett volna, és egy picit a fényeléssel lehetett volna javítani a képen, de összességében nem rossz kép. Főleg itt a fekete gombóc az teljesen be van bukva szerintem. Oda még kellett volna mindenképp egy pici fény. De minden esetre az ötlet jó, látszik, hogy fektettél bele időt, és a témának megfelelő képet készítettél, úgyhogy neked is nagyon köszönöm, és további sok sikert ezekhez a hobbikhoz. A következő képet Buri Alexandra küldte nekünk. Ez a kép is kicsit hasonló problémákkal küzd, itt is gyakorlatilag a megvilágítással van főleg gond. Van egy nagyon éles csúcsfényünk, ennek a kis csupornak a bal felső sarkába, és az eleje meg túl sötét, sőt az egész gyakorlatilag egy picit alul van exponálva. Hogyha szebb megvilágítást tudtál volna találni, egyenletesebben, akkor ez a kép nekem nagyon tetszett volna. Viszont ez a kép is egy picit olyan, hogy az e-mail magyarázata szükséges volt számomra, hogy be tudjam azonosítani, hogy most itt hol van az új kezdet, ugyanis Alexandra úgy gondolta, hogy egy lekváros üvegből csinál egy ilyen tartót, amit szépen feldíszített, és most ezeket az ecseteket tartja benne, tehát ez a lekváros üveg egy új funkciót kapott, számára ez egy új kezdet, ami teljesen rendben is van, viszont a képről nem feltétlenül jöttem volna rá, bár a menet a tetején utal rá, hogy ő nem egy tartó, hanem valami más volt, meg látszik az is, hogy ez egy kézzel készített szép kis edényke, tehát ez biztos nem így lehet kapni a boltba, de ettől függetlenül nekem nem rögtön jött át, hogy ez egy új kezdet most, tehát nem erre gondoltam volna rögtön, ha csak ránézek a képre. Ettől függetlenül, ha nem lenne alul exponálva, akkor ez egy nagyon szuper kép lenne. Úgyhogy köszönöm szépen neked is, hogy beküldted, és további jó festegetést! A következő fénykép, amit még szeretnénk nektek mindenképp megmutatni, Ivanics Krisztiántól érkezett. Ezúttal megint egy olyan képet látunk, ami egy picit az e-mailbeli magyarázatra szorul. Krisztián elmondta nekem, hogy ő eddig mindig androidos telefonokat használt, és most vett életében először egy iPhone-t, és most szokja ezt az új telefont, és számára ez egy új kezdet, egy új korszak, egy iPhone korszak. A kép az nagyon jól ki van exponálva, tetszik, hogy mennyire előtérben van az új telefon, hogy mennyire a színével kiugrik a háttérből, és nem mellesleg végig is komplementer színeket választott, tehát maga a telefonon az almás logó, az nem tudom, hogy eredetileg ilyen színe, vagy valami visszatükröződik benne, de minden esetre az egy ilyen narancssárgás szín, és a háttér is szintén egy narancssárgás szín, ami nekem nagyon jó passzol együtt, és a háttérben pedig ott van egy fekete telefon, ami nyilván androidos ez esetben, mondjuk ez a képről így
nem derül ki, úgyhogy ezért szorul ez az egész egy kicsit magyarázatra, de minden esetre azt el tudjuk képzelni magyarázat nélkül is, hogy ez egy új telefon, és a másik meg valószínűleg egy régi, ami már a háttérben van szépen téve, ami már nem olyan élesen látszik, úgyhogy ez a fotó is gyakorlatilag teljesen jól átadja a dolgokat, akár ez is bekerülhetett volna a top 3-ba, most így nem fér bele, ettől függetlenül egy nagyon jó, szép, éles, jó minőségű fénykép, és köszönöm szépen neked, hogy beküldted, és használd egészséggel az új telefonodat. A következő fénykép, amit még mindenképp szeretnék nektek megmutatni, Kranz Gábortól érkezett, ő is szinte minden versenyre küld be fényképet, úgyhogy neked is köszönöm a szorgalmadat és a kitartásodat. Nagyon tetszik, ahogy hozzáálltál a témához, hogy mennyire próbáltál kreativitást belevinni az egészbe, ugye két fogkrémes tubust látunk, az egyik már teljesen ki van facsarva, ő már kifújt teljesen, és az új viszont tele van, és ez egy új kezdet, ugye egy új fogkrémes tubusnak a kezdete. Most ez teljesen mindegy, hogy ez csak egy fogkrémes tubus, az a lényeg, hogy a téma az gyakorlatilag megvan rajta, és a kép ezt átadja gyakorlatilag abszolút magyarázat nélkül is. Gábor egyébként még leírta, hogy miért vágta ennyire szűkre, azt is leírta, hogy tudja, hogy nem a kedvencem a fekete-fehér, de neki így jobban átadja az üzenetet, mivel ugye ismerjük ezt a fogkrém típust, tudjuk, hogy ez a rész rajta itt nagyon piros, és azt szerette volna, hogyha ez a piros nem vonja el a figyelmünket a lényegről, ami az ugye, hogy az egyik kifogyott, a másik meg tele van. Én ezt a kreatív döntést teljesen tiszteletben tudom tartani, és el is tudom fogadni. Például egy ilyen szituációban ez egy teljesen logikus választás lehet, hogy az ember a színektől azért megszabadul, hogy a témát jobban átadja. Ez nekem egy teljesen elfogadható indok, egy sokkal jobb indok, mint az, hogy mondjuk nem néz ki jól a fénykép színesbe, mert valamit rosszul csináltunk, és áttesszük fekete-fehérbe, hogy művész legyen. Hát ez nem egy járható út. Ez viszont abszolút egy járható út. Egy kis kontrasztot még el tudtam volna viselni a képen, kicsit középszürke az egész, tehát nincsenek olyan szép átmenetek, kicsit több kontraszt az jól állt volna neki. Nyilván voltak problémák, ami miatt ilyen szűkre kellett vágni. Hát ezeket valahogy meg kellett volna oldani, mert itt tényleg nagyon szűk, tehát tényleg minden részén a képnek szinte hozzáérünk az éléhez. Egy kis hely kellett volna még. Ettől függetlenül az ötlet nagyon jó, köszönöm szépen, hogy beküldtek, és remélem, hogy a következőre is fogsz majd küldeni. Lendvai Rékától is kaptunk egy szép képet, amin egy kutyust látunk. Nem tudom, hogy a kutyus most stúdióban volt lefényképezve, vagy csak a háttér meg lett csinálva feketére. Igazából nincsen semmi nagy probléma ezzel a képpel. Mondjuk szerintem jól állna neki az állóformátum mindenképpen. Nagyon látszik rajta a kromatikus aberráció. Ezt most csak úgy mindentől függetlenül mondom neked, hogy erre figyelj, ha nem tudod mi az, nézd meg a videómba, belinkelem, ott látod ezt is, hogy tudod eltávolítani, illetve mivel elküldted az EXIF adatokat, ezért ebből meg is tudom mondani neked, hogy azért ilyen erős a kromatikus aberráció, mert 50 mm-es 1.8-as objektívet használtál, és 1.8-as rekeszen készült a fénykép, ahol ez nagyon erősen előjön. Legközelebb, ha ilyen képet csinálsz, esetleg egy picit rekeszeld le jobban az objektívet, mondjuk 2.8 körül már egészen kezd elmúlni. Hogyha 4-en, 8-on még szűkebb rekeszen fényképezel, akkor még már szinte teljesen elmúlik. Ennél a fényképnél teljesen jó lett volna, szerintem a 2.8 is. Igazából ez egy kutyus portré, teljesen aranyos a kutyus, látszik rajta, hogy egy fiatal kutyus, de még egy csecsemőnél talán jobban átjön az új kezdet, itt azért kevésbé, mert nem is feltétlenül annyira látszik az arcán, főleg, hogyha az ember nem látja az egész kutyust, vagy nincs referencia, hogy ő mennyire pici, vagy mennyire fiatal. Hogyha lett volna mondjuk egy, nem tudom, valami kis masni a nyakába, vagy egy pici játék, amivel játszik, és akkor az embernek van egy referenciája, akkor jobban átjött volna, hogy ez egy új kezdet, hogy ő egy kis kutya, vagy hogy ott van mellette az anyukája, apukája, egy nagyobb kutya, vagy egy ember. Itt egy picit pont ezért, hogy egy sima fekete háttér előtt van a kutyus, nekem hiányoznak picit a részletek belőle. Ettől függetlenül nagyon szép a kép, és aranyos a kutyus. Remélem, hogy nagyon sokáig együtt lesztek még, és játszatok, már feltéve, hogyha te kutyusod, és köszi szépen, hogy beküldted a fényképet. Ezennel el is értünk az utolsó fényképhez, amit még mindenképpen meg szerettem volna nektek említeni. Ez a fénykép
Rupert Luisától érkezett, és az ötlet fogott meg ebben a fényképben, mert az ötlet az nagyon jó volt, a kivitelezésen picit lehetett volna javítani, és el is mondom, hogy miért. Egy régi laktanyát látunk a háttérben, és Luisa azt szerette volna bemutatni a képen, hogy ez a kis növény, ezek között a mostoha körülmények között is kinő, és próbálja visszavenni az uralmat a nagy betonrengetegekkel szemben, vagy betonrengetegek felett. Ami nekem ennél a képnél nem igazán passzol ehhez az ötlethez, hogy a kis virág egyrészt már egy picit olyan megviseltnek tűnik, másrészt pedig le van tépve, tehát ő már vesztett számomra, tehát ő már itt sokat nem fog csinálni az épületekkel. Hogyha ugyanezt a fényképet úgy készítetted volna, hogy a fényképeződet leteszed talán egészen a földre, és ez a kis virág, ez még kinő mondjuk ott a betontáblák közül, vagy a nem tudom milyen föld lehetett ott éppen, hogyha ez a kis virágot kinő, és főleg, hogyha egy picit jobb állapotban van, akkor jobban eladná nekem ez a kép ezt az ötletet, és akkor jobban úgy érezném, hogy ez egy új kezdet, hogy ezek az épületek már gyakorlatilag lebontásra várnak, viszont van ez a kis virág, aki ott semmi közepén az önerejéből kinő, és őt nem érdeklik ezek az épületek, ő akkor is látni akarja a napot, és ő akkor is nőni akar. Így, hogy a kép közepén van, így kompozíciós szempontból sem olyan jó a kép, nagyon világos a kezed, ez megint elvonja a figyelmet mind az épületről, mind pedig a virágról, és ezek mind kiküszöbölhetőek lettek volna, hogyha úgy próbálod meg, hogy esetleg a földön van, és még nő kifelé. Ettől függetlenül nagyon jó az ötleted, és köszönöm szépen, hogy elküldted a fényképet, remélem, hogy tudtam adni egy pár tippet, esetleg még megpróbáld az én verziómat is. Most, hogy végigmentünk minden fényképen, amit beszerettem volna mutatni, szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, aki részt vett, aki vette a fáradtságot, aki gyakorolt, aki küldött fényképet, és aki ezek után a gyakorlás miatt jobban fog fényképezni, mert ugye ezért csináljuk az egészet, hogy tanuljatok, hogy ügyesebbek legyetek, hogy kipróbáljatok újabb dolgokat. Amit elmondhatok általánosságban ezekre a fényképekről, amiket kaptam most, előfordult az, hogy alul exponáltak voltak a képek, illetve hogy nem voltak nagyon jól megvilágítva. Erre figyeljetek a jövőben, keressétek a szép fényeket, keressétek a jó megvilágításokat, hogy ezzel is hozzáadjatok a sztoritokhoz, hogy kiemeljétek a lényeget, ami nem fontos, az legyen sötétebb, legyen szép a fény, legyen puha a fény. Ez a fényképezésben az egyik legfontosabb dolog, fény nélkül nincs fényképezés. A másik, ami feltűnt, hogy most több embertől is érkezett rosszabb minőségű fénykép, most a rosszabb minőséget ezt inkább a felbontásra értem, tehát volt olyan, akitől már több kép is érkezett, és azok mind tényleg nagy felbontásúak voltak, és most pedig egy nagyon pici, tehát egy ekkora fénykép érkezett az ekkora képernyőn. Jó volt az ötlet alapvetően, de így, hogy ilyen pici, gyakorlatilag be se tudom mutatni, mert hogyha felskálázom 4K-s felbontásra, akkor 3 pixel lesz így az egész, és azzal nem lehet nagyon mit kezdeni. Úgyhogy erre figyeljetek, hogy attól függetlenül, hogy milyen eszközzel fényképeztek, és hogy milyen felbontásba, próbáljátok meg a legjobb minőségbe elküldeni nekem a fényképeket, tehát ne romoljon semmit ahhoz képest, amit készítettetek, tényleg e-mailbe el tudjátok küldeni teljes minőségbe, figyeljetek rá, hogy ne kattintsátok be, hogy az e-mail küldő program az optimalizáljon valamit, ne legyen minőségromlás, küldjétek el, ha 5 megabájt, 5, ha 8, 8, tök mindegy, de ne legyen 60 kilobájt, és utána ne legyen pici kocka. Úgyhogy erre figyeljetek. Más hiba igazából nem nagyon volt a fényképekkel, annyi, hogy sok fényképnél igazából az e-mailnek a magyarázata az szükséges volt ahhoz, hogy tényleg be lehessen azonosítani a témával. Tehát sokan jó dologra gondoltatok, le is fényképeztétek, de tényleg kellett a plusz információ szövegformájába, ahhoz, hogy be tudjam azonosítani, egy picit jobban rá kellett volna menni. Igazából utólag tényleg rájöttem, hogy ez nem egy annyira egyszerű és evidens téma. Nyilván, hogyha az embernek újszülött kisbabája van, vagy éppen már terhes, várandós, akkor ott van a kezében rögtön a megoldás, és nekik sokkal egyszerűbb, mint hogyha valaki tényleg csak ül egy ilyen szobába, és itt szeretné megcsinálni ezt a fényképet. De itt jön ugye be a képbe a kreativitás,
hogy hogy lehet két tubus fogkrémből megcsinálni ezt a képet, és a többi, és a többi. Tehát azért vannak mindig lehetőségek, és ez nagyon fontos a fényképezésnél, hogy el tudjunk képzelni dolgokat, hogy kipróbáljunk dolgokat, hogy kreatívak legyünk, mert hogyha nem ez a feladat, hogy egy új kezdetet mutass be, hanem valami teljesen más, de az új kezdetet be tudod mutatni két tubus fogkrémmel, akkor lehet, hogy az adott helyzetben eszedbe jutnak olyan dolgok, amik egyébként nem jutnának eszedbe, hogy használj új kellékeket, hogy használj más fényforrást, hogy bármi újat bevessél annak érdekében, hogy jobban el tud adni a sztoridat. Ennek érdekében úgy döntöttem, hogy a következő feladat sokkal evidensebb lesz, sokkal egyszerűbb lesz, mindenki számára elérhető, aki rendelkezik bármilyen olyan eszközzel, amivel fényképet lehet készíteni. Most nem az a lényeg, hogy egy teljesen szimpla, egyszerű képet készíts arról, ami a témánk lesz, hanem az lesz a cél, hogy ezt a teljesen átlagos, unalmas, mindenki számára elérhető és sokat látott témát úgy mutasd be, hogy az engem teljesen letaglózzon. Atyaék, hogy csinálta? Hogy lehet így megvilágítani? Hogy lehet ilyet kitalálni? Na de mi a téma? A hetedik fotós feladatnak a témája az nem más, mint az evőeszközök. Mégpedig ezen belül is csak a villa, a kés és a kanál. Tehát a kanál, a kés és a villa, hogyha úgy tetszik. Lássuk, miről beszélünk. Ez egy kanál, teljesen átlagos kanál. Ez egy teljesen átlagos villa. Ez pedig egy teljesen átlagos kés. Az lenne a lényeg, hogy ezeknek valamilyen kombinációját lefényképezzétek úgy, hogy az művész legyen, hogy az jól nézzen ki, hogy az kreatív legyen, hogy dögösen nézzen ki a fénykép. Ha egyszerűen szeretnétek mondjuk valami klasszikus dolgot, akkor azt is lehet, hogy megterítetek vele. Az is lehet, hogy mondjuk nincs ott a tányér. Tehát más dolgok is gyakorlatilag lehetnek rajta a képen, de ne úgy legyen, hogy van ennyi dolog a képen, és itt a szélén ott van ez a három apróság. Használtok több villát, használtok több kanalat, több kést. Lehet az, hogy csak villát használtok, lehet az, hogy csak kanalat használtok, meghajlíthatjátok őket, használhatjátok azt, hogy tükröződik a felület, használhatjátok az alakját az evőeszközöknek, különböző megvilágítási formákkal. Itt tényleg semmire nincs szükség, csak a kreativitásra és fényre. Fényt kapunk a naptól, úgyhogy ha nincs vakud, akkor használd a napfényt, vidd ki a kertbe ezeket az evőeszközöket, vidd az ablak mellé, tényleg bármit csinálhatsz belőlük, velük, lehet sziluettet fényképezni, lehet egy tárgyfotó is, akkor nagyon figyeljetek arra, hogy tiszta legyen, hogy szép legyen a megvilágítás, ne legyen becsillanás, stb. Stb. Az a lényeg, hogy egy egyszerű hétköznapi dolgot mutassatok be érdekesen. Ezeknek a fényképeknek az elkészítésére február 28 éjfélig van időtök, és hogyha elkészült a fényképetek, akkor küldjétek el erre a címre. Az e-mail címet egyébként beteszem a videó leírásába is, hogy egyszerűen ki tudjátok másolni. Ahogy eddig is, az e-mailnek a címébe írjátok be, hogy hatodik fotós feladat. A mellékletben elküldött fényképnek a neve legyen a vezeték, nevetek, keresztnevetek, pont, jépek. Hogyha nem szeretnétek, hogy név szerint megemlítsek a videómba, ez is teljesen rendben van. Írjátok be az e-mailbe, hogy ne említsetek meg, vagy ilyen néven említsetek meg, amit csak szeretnétek, tök mindegy, írjátok be az e-mailbe, írhatok keretsztorit, írhatok exif adatokat, írhatok bármit, amit csak tetszik, mindent el szoktam olvasni, és tényleg sokszor jó is visszacsatolást kapni tőletek, úgyhogy ezt külön köszönöm szépen, hogy írtok nekem mindig valamit, amit el tudok olvasni. Remélem, hogy ezt a feladatot majd érdekesnek találjátok, és sok szuper képet fogok kapni tőletek. Ne kapkodjatok a feladat elkészítésével, gondoljátok jól át, legyen egy koncepciótok, tényleg addig készítsétek el a fényképet, amíg olyan nem lesz, amilyennek elképzeltétek, ne legyen teljesen standard, legyen valami izgalmas, valami király. Ha tetszett a videóm, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek volna meg, kattintsátok be a kis harangot is, hogy kapjatok értesítést az újabb videóimról, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!